beszélgetést, és Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt, hogy vessék latba befolyásukat a kormánynál annak kapcsolatban, azzal kapcsolatban. Köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón, amely egy sokakat érintő témában történik. Nagyon sok miskolcit érint, sok miskolci kiskert tulajdonost az a földtörvény módosítás, amely tavaly történt, hiszen 2013-ban fogadta el az országgyűlés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényt. Ennek a 40. szakaszában meghatározza azt ez a törvény, hogy meghatározott eseteket kivéve a földhasználat jogát csak földműves és mezőgazdasági termelő szervezet szerezheti meg. Nagyon sok probléma volt ezzel a jogszabály, és nagyon sok vita előzte meg. Több pontját is, többek között ezt is már akkor is kritika érte. Ez egy nagyon konkrét, nagyon határozott kitétel, tehát csak földműves és mezőgazdasági termelő szervezet szerezhet földhasználati jogot. Nyilván kisebb települések környékén ez talán nem okoz akkora problémát, sok az őstermelő, sok mezőgazdasági termelő szervezet van, hagyományosan ők művelik, használják ezeket a földeket, azonban egy tipikus nagyobb városi probléma az, hogy kiskertek, zárt kertek használatát, használatát tulajdonképpen a adott ingatlan gazdálkodó cégek biztosították magánszemélyeknek is. Így van ez Miskolcon is, így van ez több megyejogú városban. Például Szombathelyen az elmúlt hónapokban egy komoly közéleti vita alakult ki annak kapcsán, hogy ez szerint a jelenleg hatályban levő törvény szerint már nem hosszabbították meg kiskert, zártkert használóknak a szerződését az ottani ingatlan gazdálkodó cég. Az ottani problémát érzékelve Bárándi Gergely és Legény Zsolt képviselőtársam benyújtott egy indítványt, amely ezt a bizonyos 40. szakaszt kiegészíteni egy mondattal, leegyszerűsítve mondom önöknek, az 1 hektárt meg nem haladó föld földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő természetes személy is megszerezheti. Tehát az 1 hektárnál kisebb földekre vonatkozott volna ez a javaslat, érzékelve azt az általában tipikusan nagyvárosi problémát, hogy ezeken a területeken vannak olyan kiskertek, zártkertek, amit magánszemélyek használtak, műveltek, tipikusan az otthoni zöldség, gyümölcs előállítására, illetve hobbitelekként. Ezt akkor leszavazta az emberi társadalmazatban a mezőgazdasági bizottság. Érthetetlen, hogy miért, hiszen ezt a problémát már érzékelhetik ők is. És hát múlt héten már több telefont kaptam annak kapcsán Miskolcon, hogy október 31-ével lejár többeknek a szerződése Tapolca környékén, Pereces környékén, a MIG ZRT-vel. A MIG ZRT nem hosszabbít velük, nyilván a jelenleg hatályos törvény szerint, és bizonytalanságban vannak ezek a bérlők, akik adott esetben évtizedek óta használják ezeket a területeket, a családjuk, rokonságuk örömére, boldogságára, és azt mondjam, a város örömére is, hiszen ezek legalább rendben vannak tartva, ezek a területek. Október 31 elmúlt, több tekintetben is tettem lépéseket az ügyben, hogy valamilyen módon megnyugtatóan rendeződjön ez az ügy, és tegnap Szombathelyen a közgyűlés is ülésezett, volt is ott kisebb fajta botrány ebből a konkrét ügyből. Arra szeretném kérni nagyon határozottan a városvezetést és Csöbör Katalint, Miskolc másik országgyűlési képviselőjét, hogy járjunk el abban a témában, és ők is vessék latba minden befolyásukat, hogy a kormány terjessze az országgyűlés elé ennek a törvényjavaslatnak a módosítását, tegyet lehetővé a kiskerteket használóknak, zártkerti ingatlanokat használóknak azt, hogy köthessenek szerződést az ingatlanjaink tovább használatára, mert azt gondolom, hogy ez Miskolc, a miskolciak érdeke is, sok száz miskolci családnak fontos lenne ez a jogszabálymódosítás. Rajtunk nem fog múlni, tehát akár újra a képviselőtársak ezt a jogszabályt is beterjeszthetik, a Fidesz vagy a kormány ezt a javaslatát beterjeszti, akkor egyeztetéseim alapján
házszabálytól eltérést is vállalva, ehhez a frakción támogatását adva egy gyorsított eljárásban is megtárgyalhatja az országgyűlés ezt a javaslatot. Ami még egyszer mondom, azért lenne fontos, mert hetek óta több helyen is, és hát Miskolcon október 31-e óta sok használónak rendezetlen ilyen módon jobb viszonylag.